idén nyáron is biztosítja az önkormányzat az ingyenes meleg ebédet a jogosultak számára. Ugyan a szünet már elkezdődött, még most sem késő igényelni azt, hiszen a kérelmet bármikor be lehet adni a nyár folyamán. Feltétel, hogy az igénylés előtt 30 nappal a jogosultság már fennálljon. Aki viszont még most nem jogosult, de időközben azzá válik, arról értesítést fog kapni. Ezután a kérelmet már ő is beadhatja. Összesen 683 gyermek szülője vagy törvényes képviselője adhatja be igényét az önkormányzat szociális csoportjához. Az ebédet étkezési kártyával lehet átvenni, minden hétköznap 12:30 és 13:30 között, idén is 4 helyszínen. A BEM iskolában, a Budai úti iskolában, valamint az Ugyeri és a Malomtéri óvodában. Kevesebb, mint egy hete maradt a felsőoktatásba felvételiző diákoknak, hogy pótolják a pontszámításhoz szükséges, hiányzó dokumentumokat. Arra is már csak július 12-ig van lehetőségük, hogy módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét. Fontos azonban, hogy ezt csak egyszer tehetik meg. Ha sorrendmódosítás mellett döntenek, csak a jelentkezéskor megadott szakokat cserélhetik fel. Új képzés már nem rögzíthető. A személyes adatok változását is jövő szerdáig jelezhetik a felvételizők. A ponthatárokat július 26-án hirdetik ki. Akik a jelentkezéskor megadták telefonszámukat, már aznap megtudhatják az eredményt, de legkésőbb augusztus 5-éig mindenki megkapja a hivatalos határozatot arról, szeptemberben mely képzésen kezdheti meg a tanulmányait. Idén tavasszal utoljára vizsgáztak az érettségizők a már megszokott módon. 2024-től ugyanis teljesen átalakul a rendszer, mely több tantárgyat is érint. Magyarból például a szövegértési feladatsor nyelvtani feladatokkal egészül ki. De nem ez az egyetlen változás. A gyakorlati szövegalkotás és az érvelés helyett irodalmi műveltségi tesztet kell majd kitölteni az érettségizőknek, mely inkább a lexikális tudásra helyezi a hangsúlyt. A szóbeli tételek is új nevekkel egészülnek ki. Jókai, Mikszáth, Vörös Marti és Herceg Ferenc életműve is kötelező lesz. A pontozás is változik, a rossz helyesírásért innentől pontlevonás járhat. Történelemből a témakörök újulnak meg, a természettudományos tárgyakat pedig egy saját kutatás vagy projektmunka alapján fogják értékelni. De új tantárgyakból például fenntarthatóságba is vizsgázhatnak majd a diákok.